Közel 2000-re nőtt egy év alatt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a katás vállalkozók száma. Amíg tavaly 5500 kisadózó vállalkozás élt a lehetőséggel, hogy tételes adója szerint teljesíti közteherviselési kötelezettségeit, addig mostanra már 8400-an választották az egyszerű adózási formát. A növekedés oka, hogy a hazai kisebb vállalkozások nem akarnak nehézkes adminisztrációs feladatokkal bajlódni, valamint különösebben magas adót fizetni, de vonzó lehet az is, hogy 2017. január 1-től duplájára nőtt a bevételi határ a katás adózóknál. Ez azt jelenti, hogy ha valaki ezt az adózási nemet választja, a korábbi 6 millió forintos értékhatár helyett már 12 millió forintot vehet igénybe, tehát 12 millió forint feletti rész után kell adóznia 40%-os adókulccsal. Az az alatti résznél természetesen egy tételes adófizetési kötelezettsége van, amely főállású adózóknál havonta 50 ezer forintot jelent, míg a mellékállású katás adózóknál pedig havi 25 ezer forintot jelent. A kis adózók tételes adója 2013 elején lépett életbe. Ezt az adózási formát kifejezetten a gazdaság kisebb szereplőinek hozták létre. Az előírások szerint katássá válhatnak az egyéni vállalkozók, az egyéni cégek, valamint a csak magánszemély taggal működő betéti és közkereseti társaságok. Nem csak a kata népszerű. Jelentősen megnőtt az érdeklődés, a másik újszerű lehetőség, a kisvállalati adó, azaz a kiva iránt is. Tavalyhoz képest több mint duplájára nőtt azon vállalkozások száma, akik ezt az adózási lehetőséget választották a megyében. Az elmúlt évben 111 gazdasági szereplő kivázott, idén pedig már 250-nél is több vállalkozás használja ezt az adómódszert. A kisvállalati adóalanyok számának emelkedése leginkább a szabályok módosítására vezethető vissza. Itt a kisvállalati adó kulcsa játszott talán szerepet, hiszen 16%-ról 14%-ra csökkent, illetve a vállalkozások már 50 főt alkalmazhatnak a kapcsolt vállalkozások figyelembevételével együtt. A könnyítési folyamat ráadásul nem áll meg. A jövő évi szabályok értelmében a kiva kulcsa 2018. január 1-én újabb 1 százalékponttal 14-ről 13%-ra csökken.